Szevasztok srácok, én Dreamwolf vagyok, és valami újdonsággal jöttem most nektek. Ugyebár ilyen videókat nem nagyon láthatok eddig a csatornán, de én úgy gondoltam, hogy egy kis újdonság nem fog ártani senkinek se. Úgyhogy igen, ezen túl lesznek gameplay videók, ez nem azt jelenti, hogy minden egyes nap lesz egy csomó gameplay videó, hanem nagy ritkán lehet, hogy majd csinálok egyet-kettőt. Hogyha találok olyan játékot, ami tényleg nekem is tetszik, és azt gondolom, hogy na ebből csináljunk videót, mert én ezt élvezem játszani, és akkor hát, ha élvezitek ti is. Az első alanyunk szóval a Sword with Sauce, srácok, igazából nem tudom kimondani a nevét, de ezt hanyagoljuk, angolból még nem vagyok túl jó. Ami egy alapvetőleg egy ilyen ninja, bujdosó játék, igazából túl sok mindent nem tudok róla, egy picit azért utána néztem a dolgoknak, mert hát na, végül is megtetszett, és azért akarok belőle gameplay csinálni, de nagyon sok mindent nem tudok róla, úgyhogy azt mondom, hogy kezdjünk is bele, és majd menet közben rájövünk az egészre. Szóval srácok, itt vagyunk a menübe, és ebbe a játékba egyelőre csak három pálya található, igazából ez egy alfa játék, szóval még igazából nagyon az elején van, de majd, hogyha lesznek új pályák, akkor azokat is be fogjuk mutatni. Ma igazából nem is tudom, melyik pályával kezdjem, ezt még igazából nem találtam ki, de kezdjük először a Mansion-nel, ez volt alapból berakva, és akkor játszódjuk végig szerintem ezt a pályát legelőször. Amiért még külön elnézést szeretnék kérni, láthatjátok a grafikai beállításaimat, minden lovon van és 720p-ben, ez azért kell, mert GTX 550-en van, úgyhogy ezer bocsi, a videó 1080p-ben lesz kirakva, hogy azért valamennyit tudjak rajta kompenzálni ezen a rosszabb minőségen, de azért remélem így is élvezhető lesz, srácok, úgyhogy szerintem kezdjünk bele az első pályába, a Mansionbe. Na start! Na srácok, bent is vagyunk itt az első pályán, ami először feltűnhet, hogy szar a grafika nálam, igen. Annyit meg kell mondanom, hogy az elején még próbálgattam, hogy a jobb klik a védés, a karddal, a bal klikkel meg lehet ütni, igazából az inventory, azt se tudom, hogy még, itt a görgő klikkel nem nagyon lehet csinálni, hát space ugrás, kontrollal legugolunk, swifttel szaladunk, tehát ezek ilyen alapvető dolgok, és igazából el kellene bújni az enemik elől, mert így meg is látott majdnem az egyik, itt kimutatja a játék, ott fent is van egy. Nem játszottam vele csak egy 5 percet, és közben sok minden nem tudok róla, de a lényeg az, hogy megöljünk 33 enemist, ami ott írja a bal felső sarokba, úgyhogy igazából erre kellene kezdeni. Jó volna, nem vennének észre. Hopp, ott van egy. De az nem ide néz. Az a baj, hogy nincsen arcuk, és nem tudom, hogy hova néznek. Azt szerintem észrevett. Igen, detection. Várjál. Csá! Fegyver. Ja! Bocs, ez hangos volt. Mi a szar? Jó, egy meghalt. Hé, hey, miért dobtad el? Add már ide. Jó, csak 4 golyó van benne, 4 tír a bal oldat. Hopp, ez kifogyott. Hol a kardom? Gyak ide! Anyádat! Ez megvan. Gépfegyveres. Fussunk innen, mert ezek lelőnek. Francba. Azt se tudom, hogy merre szaladok amúgy, de... Azt a kurva eget. Mi? Jó, akkor újra. Azt a kurva miért kaptam a csáva utól, hallod? Jó, szóval megtanultuk, hogy shotgunos közelében nem nagyon szabadna menni. Úgyhogy próbáljuk meg ezt az egészet megint. Lehet, hogy nem ebbe az irányba kéne támadni először, de... Gyere ide. Gyere ide! De én innen támadok. Kukucs! Gépfegyver. Mi van, buzik? Kifogyott. Anyádat! Hol a kardom? Az enyém az valahogy menő. Tehát takarodjatok már innen. Kibaszott nincs a vagyok, bazd meg. Úristen, mennyien van a... Hol? Várjátok csak, a jobb klikkel lehet védeni a golyókat, azt tudom. Anyád! Szia! Azt a kurva! A shotgunt azt nem védjük le! Ez, hogy rázárjuk az ajtót. Gyere ki! Ott van egy! Ne! Az anyádat. Várjatok. Ezt más oldalból kellene itt megközelíteni, mert ott elég sok ember van, és a shotgunos köré nem szabadna menni. 19 enemy left. Ezt meg kell csináljuk, srácok. Fent is vannak. Ujjjjj! Shotgunos! Kivédtük a golyókat. Ne! Nagyon sokan egybe gyűlnek. Kellene egy gépfegyver. Aztán ledarálni őket a szarba. Ne, meghalok! Meghaltam. Újra. Próbáljuk meg még egyszer is. Próbáljunk innen indulni. Viszont innen nagyon messziről észre fognak venni már az enemik.
De lehet, hogy ez okosabb dolog lenne. Na, menjünk. Ó, hát ezt nem hiszem. Ez szerintem totál hülyeség volt, kedves Dreamwolf. Ah, csak ide. A gépfegyver, gépfegyver, gépfegyver. Kibaszott Jago skill. Ez az, passz meg. Hopp, itt volt egy... Az milyen fejest kapott, hallod? Hallod, aki ennyit chase-ik, az instant megoldja az ilyen problémákat, ebben nincs golyó! Kurva anyád, figyelj meg, hozzávágom. Az anyádat! Add ide. Mi? Ahol? Ezt miért tudom mozgatni? Várjál, ebben van golyó. Mi van, elfelejtettél, hogy itt vagyok? 19 enemy left, srácok, meg kell csinálni. Le tudjuk hozni a kört. A franc egyen meg. A franc egyen meg te fegyver. Na jó, menjünk tovább. Próbáljunk így ablakból benézegetni. Hát ott a... Ja, itt volt a shotgunos. Már nincs itt. Hopp, figyelj, milyen fejest osztok neki. De nem ma. Nagyon mellé ment. A franc egyen meg mindig újra töltenék, erre betöröm az ablakot. Mennyi golyó van még benne? 3. Ez kurva jó! Ne azt vedd már fel a hullát, hanem a kardot, hülye. Egy megvan. Nem tudom, hogy mennyi HP-m van, úgyhogy ez egy kicsit idegesítő, hogy nem mutatja. Mennyi ember! Ez az, gyilkolj, gyilkolj, gyilkolj! Azaz, 9 enemy srácok! Azt hozzávágom, és nincs fegyverem. Futás, 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 futás! Nincs fegyverem. Nincs fegyverem, itt volt egy kard. Nincs itt valami gépfegyver, amiben van? 30 golyó, ez az. Valahogy a fegyverek. Vagyis nem a kard irányába húz a szívem, mert valahogy, hát ezzel logikus, hogy könnyebb. Viszont most már mutatja, hogy hol van az enemy. Itt van a falon át, V-házunk. Nem megy át a golyó? Nem. A franc egye meg, megint újra töltené. Ez köcsög R betű. Ott volt fent egy, várjatok csak. Ott a lába, azt hiszem nem tudjuk ellőni, legugolunk. Itt amúgy lehet csendesen és közlekedni, csak az nem az én stílusom. Kis lopakodós játék. Új, itt nincs. Jó, egy meg... De alerted leszek, hogyha lövök gépfegyverrel. Várjál, mindjárt bejön. Ez az, 14 golyónk van. Menjünk tovább. Itt van egy a fal mögött, nem is egy-kettő. Ez meghalt, még 10 golyónk van. A shotgun, a rothadt shotgun. Van 30 golyónk megint, ez az. Szépen lassan még lelőjük, 4 enemink van, srác. Srác, srácok. Vagy ha egyedül nézed, akkor srác. Főleg a srác vagy. Opp, ott van még egy. Egy enemy! Megint a földhöz vágom, vagyis a falhoz, és 4 golyónk van, egy enemy fent. És megvan. És megvan! Az a srácok! Juvin! Hú, sikerült! Zsír! Na jó srácok, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek, hogy tovább lejátszodjuk ezt a két pályát, még a Harbort és a Cityt, akkor írjátok le nekem kommentbe, hogy szeretnétek-e arról is videót. Szóval ja, mint mondtam, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek még ilyen videókat, akkor iratkozzatok fel. Én Dreamwolf voltam, és ez volt az első gameplay videó a csatornámon. Igazából nem az első, de az első olyan, ami már valamit is ér. Na, sziasztok!